Hare Krishna, kedves bakták! A mai kérdés az Dinadayatri-től van, és beszél egy ilyen tükrözött ízről. Most nem tudom, hogy honnét kapja, nincs az idézet ennek. Azt mondja, hogyha addig, amíg elérjük a szakti szintet, nem a saját ízünk van, hanem mi függünk egy tükrözött ízen, akkor mi az én szerepem, mi az én ízem, úgy érzem, mintha kölcsön vettem valamilyen ízt. Szóval így kicsit zavarba van, azt mondja, hogy úgy érzem, mintha egy hipokrita vagyok, mert a nem saját ízemet tapasztalom. Ahogy mondom, egy kicsit nehéz erre válaszolni, pont azért, mert nem tudom, hogy most pont ezt honnét szedi, és milyennek a kontextusa. De azt hiszem, hogy értem, hogy miről van szó, vagyis legalább úgy fogom válaszolni, mint amit én értek ebből. Igazi rasa, igazi íz, az már ugye jön, amikor valaki nagyon fejlett a lelki életbe. Amikor mondhatjuk, hogy ez a saját ízünk, ez egy transzendentális tapasztalat. És addig mi, mint feltételez kötött lelkek, ami a kötőerőknek a hatása alatt van, mi kapunk ízet, nem, hogy nem kapunk ízet, és főleg ugye az az íz az abból jön, hogy mi hallunk, és főleg, hogy mi hallunk a másoknak a tapasztalatáról. Mi hallunk Chaitanya Mahaprabhunak a tapasztalatáról, mi hallunk a Krisnának a társai, és hogy mi az ő ízük a lelki életben, mi az, amit ők kóstolnak. És amit ők kóstolnak, azt akkor mi tükrözzük azt, mert nincs nekünk igazi saját transzendentális ízünk, az a feltételez kötött íz, ami nekünk van, az akkor, amit mi tapasztalunk. Igazi, valóságos, ennek a inspirációja az, amit mi hallunk, de azért, mert amiről hallunk, az egy transzendentális dolog, és mi nem vagyunk azon a transzendentális szinten, akkor így lehet mondani, hogy ez kölcsönözött, vagy egy tükrözött íz. Emiatt nem kell nekünk aggódni, mert Krisna mondja, Rasovar Jamra Szópjasja, Param Drishtvani Varteté. Ez az íz, igen, ez kell az, ami inspirál minket előre a lelki életre, és igen, ezt ő javasolja, ami azt jelenti, hogy akkor ezt komolyan lehet venni. Szóval itt a alap az, amit Bhagavad Gita-ba, és aztán Bhagavatamba olvassuk, hogy használjuk a jóságot arra, hogy túllépni a szenvedély és a tudatlanságon, és aztán ugye kultiváljuk a jóságot arra, hogy túl tudjunk a jóságon lépni, és elérni a transzcendenshez. És ennek a gyakorlati, vagy praktikus eredménye, hatása, ez kóstolható, és akkor így, ahogy megyünk át a kötőerőknek a hatásán, akkor így azt, amit mi kóstolunk, annak is más
minőségű tapasztalata van. Kipróbáltam egy új mikrofont, amit valaki adományozott, és most meglátjuk, hogy ez hogy működik ilyen videós podcastban. Hare Krishna!